Sziasztok, szép napot mindenkinek! Remélem jól vagytok, minden fasza, minden jó. Azért jöttem most ilyen hirtelen, meg váratlanul be, mert elkezdtem megosztani ezeket a bizonyítékokat, és sokan félreértelmezik, hogy én ezt miért osztom meg. Ezeket nem ezeknek az arc nélküli senki háziak miatt osztom meg, mert ezeknek a véleményére én nem adok, de majd ezt kifejtem. Hanem azok miatt, az emberek miatt osztom ezeket meg, akiket ezek az arc nélküli senki háziak próbáltak befolyásolni, vagy elbizonytalanítani. Én ezeket ezért osztottam meg. De azok az emberek, akik véletlenségből úgy érzik, hogy én hazudtam, vagy félrevezettem őket, azok lássák azt, hogy baj van, mert én tudok prezentálni, míg a vádlók semmit. Most a vádlók elkezdtek magyarázkodni, de ebben nem akarok beletérni majd, vagy kitérni majd, erre is ki fogok térni. Este 20-30-kor vállak benneteket, de az első kérésem, hogy ne etessétek a trollokat. Még válaszra sem írtassátok. Mert felesleges. Mert a trollok, illetve a troll profilok, azok egy kézben vannak, tehát egy ember áll mögöttük. Ezek mögött nincsen valós ember. Van, aki ezeket a profilokat létrehozta. És azért jó, mert van ez az interneten történő zaklatás, fenyegetés, becsületsértés, lejáratás, az vastagon megállja. És ennek az az előnye, hogy mivel elkezdenek zaklatni, így már megáll az interneten történő zaklatás fogalma, amiről sokan nem tudnak. És ez már nem polgári peres eljárás. Mert ugye az ilyen emberek esetében nem lehet kideríteni, illetve a bíróság nem tudja kideríteni, hogy ki lakozik mögötte. Bezonyám, és az már megint rendőrségi ügy. De nem értik a trollok, mert ahhoz hülyék, hogy gondolkozzanak. A bírósági ítéletet azt azért raktam ki, hogy lássátok, hogy a bíróság csökkentette a bírósági tételt 250-ről 150-re, de a kúria helyben hagyta a rendőrség ítéletét, tehát 250. Nem 150, 250. Bezony, ezeket így majd szépen folyamatosan rakom ki az oldalra. Aztán rakom ki az oldalra a BB behívóját is, amin Győr szerepel, még egyszer is elmondom, Győr szerepel. Sőt, még a kibocsátó rendőrhatóság telefonszáma is rajta van, úgyhogy a ökröknek üzenem, hogy egyeztessenek a rendőrséggel törvény alapján. Törvény. A rendkívüli jogrend az véget ért, ugye? Ezt tudjuk. Ezt eltörölte a kormány. A záró intézkedésekben szerepel, hogy ilyen esetben minden egyes intézkedés hatályát veszíti. És még egyszer elmondom, hogy értsétek. Minden egyes intézkedés. Tehát, mivel hogy már nincsen törvény, így jogalapjuk sincs arra, hogy rajtam ezt az összeget behajthatták volna. És a jogászok, illetve az ügyvédek egybehangzó állítása szerint a törvényben ez benne van. Tehát, hogyha nem fizettem be a bírságot, akkor az állam bebukta. De nem, mert mégiscsak a behajtást valamiért egy nem létező törvényre, egy nem létező rendeletre, egy nem létező jogszabályra hivatkozva akarják behajtani. Ez egy olyan dolog, ezt mondták az ügyvédek, mint mikor volt a halálbüntetés, és mondjuk a bíróság az elítéltet halálbüntetésre ítélte, de már nem volt halálbüntetés. Ugyanebben esett most bele jelen pillanat mind a NAV,
mint pedig a rendőri szervek. Úgyhogy mondtam, lassú víz, partot mos. Ezekkel a trollokkal nem kell foglalkozni. Tiszta fölösleges velük foglalkozni. Tiszta fölösleges azokban a csoportokban reagálni, ahol rólunk vagy rólam reagál. Nem kell. Mert nem kell őket etetni. Mert ők azt hiszik, hogy ezáltal figyelmet kapnak. Holott nem rájuk figyeltek, hanem arra az eszmére, amit képviselünk közösen, vagy éppen az én személyemre. Aztán vannak ilyen arc nélküli senkik, mint ez a Zara Winter, ugye, aki még a saját arcát, hangját sem meri felvállalni. Mert ugye a Zara az egy ilyen divatmárka név, a Winterben ugye telet jelent, tehát egy téli Zara, utána lehet nézni, létezik-e a nénia, vagy nem. Vagy esetleg valaki megbízásából trollkodik azon az oldalon, egy másik agy nélküli idióta megbízásából, aki szanaxot eszik reggel, délben, meg este 3x3-at, lassan, mert már látom, hogy tönkre megy. Aztán itt van ez a Pápa Irita is, aki ugye talán megint belefutott egy hibába, kirakott valamit, egy fél információt, de a hozzátartozó bírósági ítéletet, meg a hozzátartozó újságcikket azt nem merte kirakni, csak próbál gyalázni. De nem számít, mert ez is kimerítette a becsületsértés fogalmát. Nem számít. Aztán utána majd lehet ajvékolni, mikor a következő rendőri igazoltatásnál megint elviszik. Majd lehet ajvékolni neki. Szóval jönnek itt a bizonyítékok, nyugodjatok meg. Még egyszer is mondom, hogy ez nem a trolloknak jön meg, ezeknek a arc nélküli senkiknek, vagy éppen ilyen polcpetiknek. Nem. Hanem nektek, illetve azoknak az embereknek, akik elbizonytalanodtak. De érdekes módon a polcpetitől például a sajó szennyeződéséről semmit nem lehet olvasni. Semmit. Az tök természetes neki. Gyerekek, mert a szart fölrakod a polcra, az nem lesz befőtt. Nem. De hogy a polc az szaros lesz, az biztos. Ezt meg úgy értsétek, hogy akarjátok. Mindenki a saját kardjába dől bele. Mindenki. Úgyhogy le lesz radírozva egy pár ember arcáról a mosoly. Nem kell vele foglalkozni. De azt látom, hogy az a csoport, az a eszmében hívő emberek sokasága, akik idáig bennem hittek, azok továbbra is kitartanak. Aztán majd visszatérnek azok az emberek, akik esetleg befolyásolhatóak voltak. Mert azokat az ügyeket, amik már le vannak zárva, azokat szépen kiterítem. Aztán majd kiterítem azt is, hogy miért a NAV, és miért elzárás. Azt akkor majd lehet ajvékolni. Lehet majd itt a törvényt bogarázni, mert lehet értelmezni a törvényt, ezt akkor mindenki rájön, mert most ilyen részleteket kitesznek, azzal ne foglalkozzatok ilyen. Nem is tudom, hogy hívták ezt a másik félőrültet máma reggel, de nem is kell velük foglalkozni. Én egyszer reagáltam, aztán hadd mocskoljon. Saját maga ellen gyártja a bizonyítékot, nem ellenem. Azért nem merik fölvállalni ezek az emberek az arcukat, vagy az az egy ember, aki 3-4-5 profilt üzemeltet, de mindenki látná, hogy mekkora egy ökör. Mindenki. Ezek ilyen kisebbségi komplexusba szenvedő emberek, akik nem merik fölvállalni magukat, mert vagy olyan randák, mint a bányarém, vagy olyan buták, és egyszerűek, mint a faék. Ez a két választás van. Mert érdekes módon én életem megvádolva, hogy álprofiljaim vannak, aztán érdekes módon én mindig kiállok, ide elmondom nektek, adom az arcomat, a nevem is valódi. Nem is értem. Ezekkel kezdünk el vitatkozni, emberek. Addig, mint vitatkoztok az ilyen ökrökkel, addig csinálhatnánk hasznos dolgot. Tervezhetnénk a plakátot, például, szervezhetnénk a buszt, például, toborozhatnánk az embereket, például. És akkor majd délután elindítok egy kérdéssorozatot. Ugye,
minden délután, ezt kirakom Telegramra, ide hozzám, a csoportokba. Ezek alapján próbáljátok elmondani az embereknek, hogy mi miért van. Mert ennél egyszerűbben én már nem tudom megfogalmazni. Ennél egyszerűbben már nem lehet elmagyarázni az embereknek. De érdekes módon azon nem vitatkozott egyik arc nélkül sem, amit a APEC mondott. Ugye milyen érdekes? Hogy ugye a statisztikai hivatal nem számolta bele az 1-től 5 alkalmazottig foglalkoztató egyéni vállalkozókat, vagy cégeket. A NAV most kiadta ugye a hivatalosan az országos átlagot, hogy mit keresnek az emberek, ezzel sem mertek vitatkozni. Azzal sem mernek vitatkozni, hogy minden NAV-os tudja, hogy milyen jogrend van ebben az országban, és milyen alkotmányos válságot küzdenek az emberek mindennapi csatáikba. Ezekről nem mernek, mert tudomásuk van róla. Úgyhogy higgyétek el, hogy ébredezik itt az ország, csak az ébredésnek éppen az a gátja, hogy azzal gátoljuk, hogy ilyen jött-ment senkiházi trógereknek a véleményére reagál. Ha nem etetetik el ezeket a csoportokat, akkor ezek a csoportok előbb-utóbb megszűnnek. Nem lesz rá érdeklődő. Ilyen egyszerű. Hát hagyjátok a fenébe, mi nem nekik reagálunk, nem az ő dolgaikra reagálunk. Én azért teszem ezt ki, hogy mindenki lássa, hogy nem hazudtam. Majd a záró dokumentum, a naphatározat, az mindent fog vinni, kivételes esetben. Még az agy nélküli is rájön, hogy ő hazudott, és ő vezette félre az embertársait. Azt ezek az álprofilok el fognak tűnni. Mert nem lesz rá igény, hogy az ilyeneket nézegessük. Én sem nézegetem őket. Ha le se tiltom őket. Hadd mondjad, bajtás! Hadd mondjad! Úgyhogy hagyjátok! Én nekem csak ennyi kérésem van. Hagyjátok! És igen, többen felhívtátok a figyelmet, hogy rossz időpontot mondtam tegnap. Teljesen igazatok van, tehát nem 19.30-kor jövök, hanem 20.30-kor a nyári időszámítás szerint. Szó lesz a sajóról, szó lesz arról a 3-4-5 kérdésről, amit föltettem. Azt is megpróbálom úgy elmondani, hogy mindenki értse. A bírságról, meg erről a ügyről én már nem akarok beszélgetni, mert nincs értelme. Szó lesz a madárinfluenzáról. Szó lesz arról, hogy az oltás újra életet menthet. Mert a megint elkezdődött a propaganda. Mindenről fogunk beszélni. Kívánok mindenkinek kellemes délutánt. Jó étvált ez ebédhez, aki még nem ebédelt. Még én sem ebédeltem. Meg is vagyok késve, nem is ismerek magamra. 18 éves koromtól dél és fél kettőkor szoktam ebédelni. Most meg már 3-2, aztán még otthon se vagyok. Na szóval nyugi van, gyerekek. Szépen megyünk előre. Mert a víz szalad, de a kő az marad. A kő marad. Hogy nem kell a trollokkal foglalkozni. Nem kell olyan emberek véleményével foglalkozni, aki a Fidesz propagálja. Mert ezzel csak valamilyen szinten őket erősítitek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok nagyobb magatokra. Este várlak benneteket, Isten veletek. Sziasztok!